tudod, hogy Luis Alejandro Montero az apám? Válaszolj, Alfredo, mióta tudod? Miért nem szóltál erről? Miért nem mondtad el nekem? Luisa Fernanda, értsd meg! Nem, ezt már tényleg képtelen vagyok megérteni. Nem nekem kellett volna ezt elmondani neked, értsd meg! Ha nem jön közbe ez a baleset, mi már házasok lennénk, Alfredo. És akkor végképp nem titkolhatnánk el semmit. Főleg nem ilyen komoly dolgokat. De hát Pedro... Igen, így van. Apám sem mondta el nekem. De neki oka volt arra, hogy elhallgassa az igazságot. Én is ugyanezért hallgattam. Azért nem szóltam egy szót sem, mert Pedro megkért rá. Arra kért, ígérjem meg, hogy egy szót sem szólok, amíg ő el nem mondja neked. Értsd meg! És bocsáss meg! Bocsáss meg, Alfredo! Kérlek, bocsáss meg! Mióta Monteroval beszéltem, nagyon rosszul érzem magam. Valami nagyon kínos. Nyugtalan vagyok. Furcsa érzés. Nem ezért kérek bocsánatot tőled, hanem azért, mert kételkedtem benned. Azt hittem, azért nem jössz, mert Carlos Eduardoval vagy. Bocsáss meg, tudom, hogy bolond vagyok. Teljesen úgy viselkedem, mint aki megőrült. Merészel engem Luis Alejandro hűtlenséggel vádolni? Először azt gondoltam, hogy ez csak Luis Alejandro trükkje, hogy jobban járjon a vagyonmegosztásnál, de azt mondja, bizonyítani tudja, hogy ön Pedro Perez szeretője, és vannak tanúi is, akik mellette vallanának a bíróságon egy esetleges perben. Ezt mondta. Világos. Ez az ember megbolondult. A törvény előtt nagyon nehéz az efféle vádakat hihető és alapos bizonyítékkal alátámasztani. Anya, hiszen mindez csak ez a nyomorú terjeszti rólad. Most téged akar hibáztatni, azt akarja előadni, hogy azért csaltad meg, hogy majd jobban járj, ha elválik tőled. Hát persze, de hogy mer engem hűtlenséggel vádolni? Engem, aki bírósági eljárás nélkül hajlandó lennék elválni. Sőt, egész szép kis összeget kapna ezért. Ügyvédként azt tanácsolom önnek, asszonyom, hogy vegyük komolyan Luis Alejandro fenyegetését. Azt mondja, hogy kész arra, hogy mindent kitálaljon. Eldöntötte, hogy mindent a bank vezetésének tudomására hoz, hogy önt lejárathassa. Ja, Istenem, mire képes még ez az ember? Mama, ne, kérlek, ne aggódj emiatt. Először is bizonyítania kellene, hogy tényleg igaz mindaz, amit rólad állít. Ez igaz. Ha harcolni akar, akkor majd én fogok vele szembeszállni. Uraim, kérem, távozzanak, szeretnék négy szem közt beszélni anyám. Igen, elnézést. Természetesen. Elnézést. Anya, a ti kapcsolatotok Pedroval olyan tiszta, hogy ez a nyomorult nem tudja beszennyezni. Pedro eljött hozzám, hogy engedélyt kérjen, hogy meglátogathasson téged, anya. Kérdeznék tőled valamit. Luisa Fernanda már tudja, hogy Alejandro Montero az apja. Nem hiszem, bár mondta nekem, hogy egyszer próbált vele beszélni ilyesmiről, de Pedro, Luisa Fernanda másik apja nem hagyta, mert nem akarja, hogy megtudja az igazságot. Hát igen, nem lesz valami felemelő érzés Luisa Fernandának, ha megtudja, hogy ez a szemét az apja. Bocsánat, tudom, hogy te a fia vagy, Armando, de... Sosem gondoltam volna, hogy erről az emberről, aki egyszer régen eltiporta Luisa Fernandát, kiderül, hogy ő az apja. Éppen ezért kérem a segítségedet, Vanessa. Tudom, hogy apám akkor megpróbálta beperelni őt emiatt, és a nővérem biztos nagyon nehezten rá ezért. Luisa Fernanda nem puszta nemes lelkűségből nehezten rá, de azt sem hiszem, hogy listát vezetne azokról, akiken bosszút akarna állni. Tudod, sokba érte őt életében, de mindig túljutott a gondokon. És amikor börtönbe jutottam Consuelóval együtt, megbocsátott nekem. Akkor hajlandó vagy segíteni? Igen. Elkísérlek hozzá, hogy megmondd, hogy te vagy a bátyja.
köszönöm, Vanessa. Nincs mit. Nagyon hálás vagyok. Miért? Miért pont mindig velem történik ilyesmi? Elegem van már abból, hogy minden balul sül el. De nincs semmi baj. Teljesíteni fogod, amit megígértél nekem, Carlos. Jennifer, mit csinálsz még itt? Azt hittem, hogy már régen elmentél az új házadba. Inkább ne is beszéljünk erről. Már éppen kiléptem ezen az ajtón. Épp csak azt vártam, hogy megérkezzenek a költöztetők, és akkor idejött az az ostoba ügynök, és közölte, hogy nem kaphatom meg a házam. Jól hallottad, nem kaphatom meg, mert a tulaj úgy döntött, hogy a gyerekeinek adja nász ajándékot. Mi van a szerződéssel? Mondtad neki, hogy be fogod perelni? Persze, és... hogy mondtam, de ő azzal védekezett, hogy a szerződésben mindez benne van. Ez nem igazság. És az a legrosszabb, hogy közben itt volt Carlos, és nem volt képes kinyitni a száját, hogy megvédjen engem. Nem mondom, és mi van Carlos Eduardóval? Nem, inkább mesélj magadról. Olyanok történnek veled, mintha valaki megátkozott volna. Szörnyű, hogy mennyi baj ér mostanában. Elegem van. Már nagyon elegem van ebből. Unom, hogy mindenki egyfajtában hülyének néz. Cselekednem kell végre. Ki kell találnom valamit még hozzá most rögtön. Azt még nem is tudod, hogy távozott Carlos. Mit mondott, amikor elment, ezt nagyon fogod élvezni. Akarod tudni, hogy mit mondott? Azt mondta, hogy ha ez a ház dolog nem jött össze, inkább ne is keressek másikat. Ő nagyon örülne annak, ha inkább itt laknánk. Pontosan ezt mondta, pontosan ezt. Szerintem vissza akar lépni. Ki akar hátrálni ebből a kapcsolatból? El akar menekülni előlem. Biztos vagyok benne, hogy ez boszorkányság. Valaki elátkozott. Azt hiszed? Az edzőteremben az egyik ügyfél boszorkány. Sürgősen el kell menned hozzá. És legalább megbízható? Te ismered őt? Elmentél már hozzá? Nem, de azt mondták, hogy nagyon jó, és fontos emberek járnak hozzá, főként párkapcsolatokkal foglalkozik. Tudod, hogy hogyan lehet megtartani valakit mágiával, bármi történjék is. Találd meg nekem, Káro. Nagyon kérlek, találd meg. Szükségem van a segítségére, kérlek. Jó, rendben. Keresd meg. Talán az irodában. Rendben, bemegyünk az irodába. Az irodába hívd oda. Nem kell ezért bocsánatot kérned tőlem, Alfredo. Mert szeretném, ha többé nem kételkednél bennem. Értsd meg, hogy a féltékenység megmérgezheti az életünket. Tudom. Tudom, és tökéletesen értem ezt, Luisa Fernanda, de... mégsem tudok másként viselkedni. Semminek nincs értelme. El vagyok keseredve. Tudom, hogy nehezet kérek, de képzeld magad a helyemben. Szerelmem, te mit éreznél, ha egy kórházi ágy rabságában mozgásképtelenül feküdnél, miközben a vetélytársad... Carlos, nem a vetélytársad, és azért nem... mert nem versenyeztek semmiért, Alfredo. Te vagy az, akivel szeretném leélni az életem. Hozzád fogok feleségül menni. Mit mondjak még, hogy végre ne kínozd magad többé? Köszönöm, ennyi elég. És hidd el, hogy semmi másra nincs szükségem. És mit fogsz tenni? Hogy mit fogok tenni? Mondd, mire célzol? Luis Alejandro Monteróra. Most, hogy már tudod, hogy ő az igazi apád. Mi fog változni a jövőben? Semmi. Az az ember semmit nem jelent nekem. Az egyetlen és igazi apám neve továbbra is Pedro Perez. Pedro Perez. Lássuk csak, Pedro. Gyere, gyere. Ülj le. Gyere. Az most a dolgunk, hogy jól átgondoljunk mindent. Az igaz, hogy Luisa Fernanda már tudja, hogy Alejandro az igazi apja. Vagyis úgymond a vér szerinti apja, de ez nem annyira fontos, Pedro. A legfontosabb most az, hogy azt is tudja, hogy nem számíthat rá semmiben. Nem veheti őt komolyan egy percig sem. Könnyű ezt mondani, Joaquina.
Sok dolog nem tiszta itt. Nem tudom, ki mit akar. Vajon mit szeretne tenni az a nyomorult? Jaj, Pedro, én sem tudom, de én megmondtam neked 100-szor is, hogy meg kell tudni a lányodnak az igazat, de te nem akartad. Minden esetre most az a legfontosabb, hogy érezze, hogy ez az ő otthona, és mi vagyunk az ő családja. Ezt ő tudja jól, Joaquina. De mégis fáj neki. Hogy bár szeret bennünket, tudja, hogy nem mi vagyunk az igazi családja. Jaj, kérlek, ne legyél ilyen szomorú, hallod? Inkább meséld el, hogy mi a helyzet azzal a bizonyos üggyel. Ugye tudod, hogy miről beszélek? Na gyerünk, Pedro! Meséld már el nekem, meséld! Tegnap beszéltem Carlos Eduardoval. Igen? És mit mondott? Igent mondott arra, hogy törvényesíthessem a kapcsolatunkat Marisával. Oh, Pedro, látod? Nagyon örülök neki. Őszintén kell beszélni mindenről. És akkor nem történhet semmi baj. De most már mennem kell. Kérlek, hívd fel, ha megjön Luisa Fernanda, mert ahogy mondtam, szeretném, ha minél több időt töltenénk el együtt. Majd szólok. Rendben, várom a hívásod. Halló, jó napot. Consuelo? Pedro Perez vagyok. A kertész. Szeretnék kérni tőled egy szívességet. Luis Alejandro telefonszáma kellene. El kell vele intéznem pár dolgot. És mit mondtál Pedrónak? Jaj, mama, engedélyt adtam neki. De csak azzal a feltétellel, hogyha este 9-nél nem marad tovább, rendben van? Úgy éreztem magam, mint egy apa, aki engedélyt ad a kamaszlányának, hogy találkozhasson a szerelmével. Ő is olyan boldog most, mint én. Mert nyilván aggasztotta, hogy mit gondolsz a mi kapcsolatunkról, Carlos Eduardo. Örülök, hogy megértesz bennünket. De sajnos nagyon rosszkor történt ez a baleset Luis Alejandroval. Ne aggódj emiatt sem, mama. Mujikával gondoskodni fogunk arról, hogy Luis Alejandro többé ne árthasson neked. És szeretnék most elmondani valamit, amit eddig titkoltam. Luis Alejandro Monteiro-nak van egy lánya, akit nem is ismer. Ez lehetetlen, Carlos. Luis Alejandro-nak csak egy fia van, Armando. Nem. Eddig én is azt hittem, de megtudtam, hogy van neki egy lánya is. Nekem Jennifer mesélte el, aki Caroltól hallotta. Láthatod, hogy szép lassan rájön mindenki arra, hogy Luis Alejandro valójában milyen gátlástalan. Ez hihetetlen. Egyszerűen nem értem, ha Jennifer tudott erről, nekem miért nem mondta el? Mondhatom, uram, meglepett, amikor azt mondta Mujicának, hogy én tanúsíthatom a felesége hűtlenségét. Még szerencse, hogy uralkodtam magamon, és nem látszott rajtam semmi. Most már ki kell tartanod amellett, hogy te vagy a hűtlenség tanúja, Solorzano. Azt fogod mondani, hogy éppen engem vittél el Pedro kertész házába, amikor velem együtt tanúja voltál annak, hogy Marisával csókolóztak. De ha igazán el akarom áztatni, akkor azt kell mondanom, hogy többet is láttunk ott, mint csókolózást. Rendben, uram. De jól meg kellett beszélnünk előre, hogy mit is fogok vallani, az időpontot, a helyszínt, és minden mást, nehogy belesüljünk. Téved, ha azt hiszi, hogy beérem azzal, hogy kapok néhányat a közös együttélésünk alatt szerzett vagyomból. 20 évet éltem levele, és nem fog néhány kacattal meg egy aprócska kis bankszámlával kifizetni, esküszöm. Igen, uram, de ön azért nem járt olyan rosszul az alatt a 2 év alatt, amit a bank elnökségében töltött. Igen, de ezek olyan üzletek voltak, amelyeket én hoztam létre a tehetségemmel, és ezért logikus volt, hogy én is részesedem belőlük. Igen, persze. És eszébe ne jusson, hogy máshol is ilyesféléket locsog, megértette? Természetesen minden szigorúan kettőnk között marad. Marisa nem normális, ha azt hiszi, hogy megszabadulhat tőlem, és megléphet ezzel a szegény ördög kertésszel. Ha azt akarja, hogy belemenjek a vállásba, akkor milliós csekkekre lesz szüksége.
Káró biztos vagy abban, hogy eljön? Nem sokára itt kell lennie. Chantal megbízható, számíthatsz rá. Chantal? Chantalnak hívják. Szenték, Káró, a kabaréban vannak ilyen nevek. Nagy Jennifer! Soha ne mondj ilyet, mert megbánhatod. Tudod, hogy a te neved mit jelent? Jaj, Chantal, kérlek, bocsáss meg a nővéremnek. Tudod, nincs valami jól, inkább segítened kell neki. Igen, látom, hogy szükség lenne rá. De itt nem tudlak téged fogadni. De miért? Oda kell elmennünk, ahol laksz, mert ott érezhetőek a legjobban a rezgések. Akkor menjünk a lakásomba. Gyere, Káró, menjünk a lakásomba. Csak mi ketten megyünk. Már felhívlak. Mi a baj, Jennifer? Mi a baj a nővérednek? Miért nem köszön nekem? Nem tudom, de megtudhatnám, merre jártál. Vártalak, hogy végre együtt ebédeljünk. Elbeszélgettük az időt Lucéróval. Az egész délelőttöt Luisa Fernanda házában töltöttük. Hé, most meg miért vágsz ilyen arcot? Tudod, hogy Lucéró segít nekem abban, hogy közelebb kerüljek a húgomhoz. Igen, de legalább szólhattál volna előre, igaz? Egyszerűen nem értelek téged, Carol. A múltkor, amikor itt találtalak Lucéróval, azt mondtad, hogy ezentúl barátnők lesztek, hogy elkerüljétek a botrányt, most pedig tombolsz, mint egy őrült. Igen, de legalább szólhattál volna, hogy merre leszel és kivel, akkor egészen másként festene a dolog. Kedvesem, azért haragszol, mert Lucéróval voltam. Nem. Jaj, dehogy nem. Nagyon is haragszol, de újra legyetek barátnők, jó? Megbocsátasz. Na, adj egy puszit. Drága szerelmem, jaj, bocsáss meg nekem, kérlek. Bocsáss meg. Köszönöm, készen vagyunk. Nem is köszönsz nekem? Jaj, nem vettelek észre. Mi a baj? Nagyon letörtnek látszol. Hogy van Alfredo? Már jobban van, köszönöm. Én egy kicsit kimerült vagyok. Elmesélt apád, hogy miről beszélgettünk ma reggel? Nem, mit mondott neked? Miről beszéltetek? Az engedélyemet kérte, hogy anyámmal járhasson. Most meg mi a bajod? Csak nem Alfredo miatt vagy ilyen furcsa. Szörnyű dologra jöttem rá, Carlos Eduardo. Ugyan mire? Amit Consuelo akart mondani. Aha. Tudod, miért akart mindenképp beszélni velem? Halljuk. Igazad volt, ami elhangzott, meg fogja változtatni az életem. Tényleg ez történt. De mi történt? Üljünk be a büfébe, ott beszélgethetünk. Hm? Nem örülök neki, hogy ilyen szomorú vagy. Tessék, Fernando. Most nyugodtabbnak látlak. Hm? Úgy tűnik, visszanyerted az önuralmadat, amikor Carmela hazatért. Hm? Hát igen. Szerencsére csak influenzája volt, feküdnie kellett, de semmi komolyabb. Én sajnos nagyon szenvedtem itt, Fernando úr, mert ez a ház túl nagy ahhoz, hogy egyedül maradjak itt. És ön hogy érzi magát? Elég jó, Rigoberta, már amennyire ez lehetséges, ugye? És tudod, mit tervezek? Szeretném újra folytatni mindazt, amit félbehagytam az agyvérzésem miatt. Aha. Az egyik dolog az, hogy át kell néznem azt a végrendeletet, amelyet Luis Alejandro fogalmazott meg. Ha? Ez az úriember igazi kincs, ugye? Remélem, soha többé nem fogom őt látni. Tudhatja jól, hogy ez a nyomorult az unokája apja. Ki tudja, nem bukkanhat-e még fel valahonnan egy szép napon? Egész jó ez a tea. Egész jó. Kér még egy kicsit. Jól van, jól van. Majd meglátjuk, előbukkan-e. Idővel úgyis minden kiderül. Viszont szeretnék beszélni Mujica úrral. Mert megkértem arra, hogy fogalmazzunk egy új végrendeletet, és mostanáig nem is jelentkezett. Talán nem értesült még róla, hogy ön már meggyógyult, uram. Dehogy nem, természetesen tudnia kellene róla, hiszen Carlos Eduardo biztos mindent elmondott neki.
De majd én felhívom Várjon, őt. Várjon, majd én idehozom, várjon. Emlékeztetni akarom arra, hogy van egy elintézetlen ügyünk. Lássuk csak. Mujica elmesélte, hogy Luis Alejandro nem akarta aláírni a válási papírokat, amiket Marisa asszony küldött át. Mondtam, hogy ez nem lesz könnyű, Antonio. Nyilván azt akarja elérni, hogy Marisa asszony olyan sok pénzt adjon neki, ami minden várakozását felülmúlja. Már el is kezdte. Megüzente neki, hogy készüljön fel arra, hogy beperli házasságtörésért. Mi? Házasságtörést? Hogy juthat eszébe ilyet állítani? Ennek a kreténnek nem szabad semmit sem felkínálni, mert azonnal visszaél vele, hogy másokat manipulálhasson, és sajnos tud arról, hogy milyen kapcsolat van kialakulóban Marisa asszony és Pedro között. Nem, nem, beszéljünk világosan, Antonio. Marisa asszony és Pedro vonzalma nagyon szép és tiszta, de semmi több, távol áll a házasság töréstől. Ez így van, de biztos, hogy ő majd megpróbálja befeketíteni ezt a vonzalmat, hogy zsarolhassa vele Marisa asszonyt, és még több pénzhez jusson. Jobb előre felkészülni erre, de főként attól félek, hogy ez a nyomorult mekkora botrányt fog ebből kavarni. Jó estét! Szia, fiam! Szia, mama! Hogy vagy? Jól, üdvözlöm, Ordonez úr, hogy van? Marisa asszony végzett már? Igen, fent van a szobájában. A szobájában. César... Én szeretnék előbb beszélgetni veled egy kicsikét. Az anyádhoz fűződő kapcsolatomról van szó. Hogy is hívják? Már mondtam, Jennifer de la Vega. A férfit, őt hogy hívják? Ja, ő Carlos Eduardo Gomez. Ki kell mondanod a nevét, amikor kártyát húzom? Ismételd utánam, a férfira. A férfira. A szerelmemre. A szerelmemre. A jövőmre. A jövőmre. Carlos Eduardo Gomez. Istenem, nagyon izgulok, Chantal. Mit látsz? Ez itt. Aha. Ez te vagy. Én vagyok. Ez a papnő. Igen. Ez pedig ő. A lovak. És ez itt a királynő. Miféle királynő? Miről beszélsz? Aki hozzátartozik. Aki hozzátartozik? Kicsoda? Kicsoda ő? Nem értelek, Chantal, miért? Ő nem hozzátartozik. Soha sem lehet a tiéd. Meséld már el, hogy mit mondott neked Consuelo. Ő nem mondott semmit. De Montero úr, igen. Montero úr? Mm. De hát nem arról volt szó, hogy Consueloval fogsz beszélni. Hogy került akkor ide Montero úr? Megvárt, és elmondta nekem, hogy ő az igazi apám. Érted, Carlos? Luis Alejandro Montero az apám. Luis Alejandro Montero lánya vagy. Ne, Luisa Fernanda, ez nem lehet igaz. Biztos hazudik ez az idióta. Nyilván lehet valamilyen titkos oka annak, hogy hirtelen előáll egy ilyen bejelentéssel, nem gondolod? De mi? Mi oka lenne arra, hogy újra találkozzon valakivel, aki állítólag a lánya? Nem tudom. És mit mondott még? Semmi mást. Én Consuelóval akartam beszélni. De ő csak arra várt, hogy magunkra hagyhasson bennünket, Monteroval. Biztos előre megbeszélték, hogy elmondják az igazat. Én pedig nem voltam képes ezt elhinni. Elkezdett forogni velem a világ. Újra végig gondoltam Montero minden szavát. És úgy döntöttem, a legjobb, ha megkérdezem a papát. És ő mit mondott? Megerősítette. Azt mondta, hogy Luis Alejandro Montero a vér szerinti apám. Elmesélte anyám történetét. A
aki terhes lett tőle, és amikor ez az alak megtudta, elhagyta őt. Elmesélte, hogy miért nem mondta el nekem. Mert meg akart védeni. Ezzel akart megvédeni a saját apámtól. Luisa Fernanda, én éreztem, hogy Consuelo szeretne valamit elmondani neked, de soha nem gondoltam, hogy erről van szó. Megértem, hogy mit érzel. Nem, ezt nem értheted. Egyszerűen nem tudom felfogni. Nem akarom elhinni, hogy ez igaz. Nem nézhetek úgy erre az emberre, mint az apámra. Hiszen tudom, mennyi szenvedést okozott az anyámnak. Luisa Fernanda, én tudtam, hogy Luis Alejandrónak van egy lánya. Nem régen tudtam meg, de nem gondoltam volna, hogy te vagy az. Mire fogok még rájönni ezután, Carlos? Még milyen titkom terül neki az életemre? Nem, ez nem igaz, itt valami tévedés van. Ne keverd össze a lapokat, még nem mondtál el mindent, hogy mit üzen a kártyát, Chantal. Nem hiszem, hogy örömmel hallanád, mit tartogat számodra. Annyi biztos, hogy sajnos sok könnyet látok. Hogy lehetek ilyen ostoba? Azt mondták nekem, hogy sokat tudsz, pedig te is csak egy szemfényvesztő vagy, mint a többi. Hiszen én magam mondtam neked, hogy gondjai vannak a vőlegényemmel. Ha kicsit több képzelő erőd lenne, mást is kitalálhattál volna, nem csak azt a másik nőt, akit a kártyában láttál. Most mit csinálsz? Biztos, így akarsz bosszút állni, amiért azt mondtam, hogy nevetséges neved van, ugye igazam van, ha? Ha másként állnál a végzetedhez, akkor talán lenne számodra még valamennyi remény, de így... Egyszerűen ez nem igaz, nem igaz. Nem vagy képes felfogni, hogy Carlos Eduardo életem szerelme az igazi férfi, és senki nem veheti el. Nem érdekel, hogy mit mondanak a kártyáid, senki nem veheti el tőlem, világos? Ez a te döntésed. Hát persze, hogy az enyém. Viszontlátásra. Viszlát. Ne, várj még, várj, ne menj el. Ne menj el, segíts rajtam, kérlek. Én Jennifer de la Vega sohasem kérek segítséget senkitől, de most téged mégis arra kérlek, hogy segíts nekem. Szükségem van valamilyen bűbájra vagy varázslatra, ami segíthet, hogy Carlos Eduardo csak engem szeressen, kérlek, segíts nekem. Nem, azt hiszem, hogy tévedsz. A sorsunkat már megírtak. Mindnyájan megtanulhatjuk kiolvasni, de megváltoztatni. Megváltoztatni nem tudjuk. De hogy nem tudjuk, te ostoba kókler! Ezek a kártyák nem jók semmire. Össze-vissza beszéltél, hogy megtévesz. Minden megváltozhat. Minden megváltozhat. Minden megváltozhat. César, azt hiszem, anyád már biztosan beszélt veled erről a dologról, hogy mi ketten, szóval biztosan elmondta már neked, hogy mennyire megkedveltük egymást, és úgy döntöttünk, hogy szeretnénk a kapcsolatunkat szorosabbra fűzni. Igen, anyám már említett valami ilyesmit. Azóta ismerem anyádat, mióta elkezdett itt dolgozni a bankban recepciósként. És tudom, hogy komoly és szorgalmas kolléga és csodálatos asszony. Mindig jól kijöttünk egymással. Nagyon szívélyes és baráti munkakapcsolat jött létre közöttünk. És aztán eljött a pillanat, amikor a barátságunk átalakult valami mássá. Ugye érted, hogy mire gondolok? Igen, 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 Ordonez úr, én tökéletesen értem önt. Ön beleszeretett az anyámba, ez mindnyájukkal megtörténhet az életben, nem igaz? Remek, nagyon jó. Én nagyon örülök, hogy ilyen megértő vagy, mert nagyon nagy volt bennem a feszültsége miatt. Bevallom, tényleg beleszerettem anyádba, César. Lehet, hogy azt gondolod, hogy kicsit túl idős vagyok hozzá. De sokáig éltem egyedül, és mivel szeretem Lupét, szeretnék egy komoly kapcsolatot kiépíteni vele. Egy komoly kapcsolatot, amely vágyaim szerint most végre házassággal végződne. Házassággal?
A mindenit, Ordonez úr. Ez már tényleg nagyon komolyra fordult. Úgy tűnik, ön éppen most megkérte tőlem anyám kezét. Nem, ez nem csak a látszat. Én tényleg a beleegyezésedet kérem ehhez a házassághoz, hiszen te vagy Lupe egyetlen fia. És nagyon fontos lenne számunkra a te hozzájárulásod. Nagyon fontos lenne. Ordonez úr, miattam igazán nem kell aggódnia. Én akkor aggódtam, amikor megnősültem, és anyám egyedül maradt. De az a döntés, amelyre most önök készülnek, megnyugtat, mert azt hiszem, anyám tényleg megérdemli, hogy boldog legyen végre. És azt hiszem, hogy ön boldoggá tudná őt tenni. Természetesen igen. Na végre, egy kicsit jobb színben van, Doki. Csak egy kis szídásra volt szüksége, igaz? Igen, Szocsil, igazad van. Itt egyedül nagyon nekibúsultam, és ahelyett, hogy azzal törődtem volna, hogy meggyógyuljak, inkább akadályoztam mindent, mintha fájna, hogy egyszer el kell hagynom ezt a kórházat. De mit a fél mondja? Az orvosok megmondták, hogy újra fog tudni járni. Csak arra van szükség, hogy csinálja az előírt gyakorlatokat. Nem igaz? Tudod, mitől félek én? Attól, hogy egy nap rájövök arra, hogy teljesen megbolondultam. Ezt meg most miért mondja? Mert szörnyű dolgokat gondoltam Luisa Fernandáról. Hagytam, hogy minden pillanatban szörnyű féltékenység kínozzon, és mindenféle ostobaság jutott az eszembe. Gondolom, már megbeszélték, miért nem jött be minden nap meglátogatni, ugye? Szegénykém, ma reggel szörnyű dolgokról értesült, és teljesen lesújtotta őt. Nagyon össze volt törve. Jaj, ne! Ugye nem betegedett meg ő is? Nem. Megtudta, hogy ki az igazi apja, miközben én ostoba azt gondoltam, hogy éppen Carlos Eduardoval van. Ekkora idióta vagyok. Hát, ha reggel nem is volt vele, de most igen. Láttam, amint beültek a büfébe, és együtt is távoztak. A saját szememmel láttam. Nem hazudok, Doki. Felfogtad, hogy mit jelent az, hogy Luis Alejandro az édesapád? Ez szörnyű hír, Luisa Fernanda. Nem csak számodra, hanem számomra, mindenki számára. A gyerekünk nagyapjáról szól. Ne, hagyd ezt abba, Carlos! Még rágondolni sem merek. Nem akarom, hogy ez az ember közel kerüljön a fiamhoz. Nem engedhetem, hogy belépjen az életébe. Semmit sem tehetünk mi ketten. Ha anyám is tudomást szerez erről. Ne, kérlek, ne mondd el neki. Nem akarom, hogy az anyád megtudja, hogy a volt férjének a lánya vagyok. Ígérd meg, hogy egy szót sem szólsz. Ja. Szót sem szólsz senkinek. Ja. Megígérem, senkinek sem beszélek erről, Luisa Fernanda. De nem gondolod, hogy Luis Alejandro maga fogja elmondani mindenkinek? Nem tudom. Majd én beszélek vele, hogy ne tegye. Ha kell, könyörögni fogok neki. Carlos, most mennem kell. Pedrito egész nap egyedül volt, szegénykém. Ő aztán nem tehet semmiről. Elég már. Csillapodj le végre. Késő van. Biztos semmit sem ettél egész nap. Meghívlak vacsorázni. Nem, Carlos, köszönöm. Pedrito vár rám. Ha nem is hiszed, ő az én egyetlen igazom. Elhiszem. Menjünk együtt. Én is szeretném őt látni. Mondhatom, hogy nem volt könnyű rávenni őt, de végül mégis beleegyezett, és eljött Luis Alejandrohoz. Őt pedig már jól ismered, előadta azt a mesét, hogy ő volt Amélia vőlegénye, és végül gyereke lett tőle, de nem is tudta eddig, hogy ő az apja. Nos, hát így történt. Értem, és vajon hogy fogadta ezt? Mit mondott a végén? Jaj, képzel, tulajdonképpen nem is tudom, mert kettesben hagytam őket. És végül sírva távozott, nem tudom, mit mondhatott neki Luis Alejandro, de elképzelem, hogy nem lehet valami kellemes, amikor arról értesül az ember, hogy az a férfi, aki csalónak nevezett, az apám. Igen, és ez a nő, aki börtönbe juttatott, és bűncselekménnyel vádolt a nagynénét. Ezt még nem tudja. Mert a kis nyomorult sírva távozott, és már nem tudtam elmondani. De holnap majd megtudja tőlem, mert nem hagyom, hogy mástól hallja meg ezt a mesét. Nagyon-nagyon rosszul esne, tudod? Úgy fogok kijönni ebből a helyzetből, mint egy királynő, mert tudod, mit fogok mondani neki?
hogy éppen most tudtam meg Luis Alejandrótól, hogy én a nagynénye vagyok, és nagyon le vagyok sújtva, hogy annyi bajt okoztam neki. Mit szólsz? Bár csak elhinni neked, Consuelo. Mi van veled, mond? Olyan elgyötört az arcod, nem érzed jól magad? Nem, nagyon rossz éjszakám volt, nem tudtam aludni, és úgy érzem magam, mintha semmi erőm nem lenne. Hány ingerem van, és nagyon rosszul vagyok, szóval el kell mennem egy orvoshoz kivizsgálásra. Marissa nem fog olyan könnyen megszabadulni tőlem. Biztos gyorsítani szeretné a vállást, hogy hozzámehessen ahhoz a koldus Pedrohoz. Megbolondult. Nem látja, milyen nevetséges, amit csinál. Egy bank tulajdonosa beleszeret egy közönséges kertészbe. De csak akkor írom alá a papírokat, ha megkapom legalább a vagyon a felét. Kevesebbet nem fogadok el. Marissa, mit csinálsz te itt? Látom, meglep, hogy itt találkozunk. Menj ki, Cezár, várd meg kint. Tényleg nagyon meglep a látogatásod, Marissa. Azt hittem, hogy már nem jársz ide ebbe a lakásba. Legalábbis elhitetted velem, hogy már nem bérled, de most már látom, hogy megint hazudtál. Igen, újra kibéreltem, mert szükségem volt. Nem kell magyarázkodnod. Nem érdekel, amit mondasz. Én sem akartam ide jönni. Egyre kellemetlenebb nekem, hogy szóba álljak veled. De mégis beszélnünk kell. Ostoba boszorkány. De mondd, miféle boszorkány volt ez? Még a mágiához sem ért képtelen egy egyszerű kis rontásra, amivel el lehet írni, hogy valaki eltávolodjon a férfitől, akit szeretek. Igen, de ő azt mondja magáról, hogy nem boszorkány, hanem egy látnok. Ha képes lett volna valamit tenni Luisa Fernanda ellen, akkor biztos, hogy én is megkérném, hogy csináljon már valamit ezzel a dagadt bállal Luceroval. Jövőbelátó látnok, médium, micsoda hülyeség, Káro, kérlek, ez egy bűnöző, szélhámos, aki becsapja az embereket a kártyáival és jövendőléseivel. Egy csaló! Hogy a fenébe mondhatta, hogy Carlos nem lehet az enyém? Nyilvánvaló, hogy ez a nő nem tudja, hogy mit beszél. Ráadásul nem is ismer. Én meg azt nem értem, hogy Armando miért ragaszkodik ahhoz, hogy barátkozzam Luceroval. De lehet, hogy mégiscsak értem. Azt akarja, hogy hülyének tettessem magam, miközben az ostoba nő előáll a meséjével. Majd én segítek neked megtalálni a nővérkédet, Armando. Mit gondolsz, mit kellene tennem, Jennifer? Caro, tőlem ne kérdezte, hogy mi a fenét kellene tenned! Figyelj, ne kiabálj velem, jó? Csak azért kérdeztelek meg, mert te mégis tapasztaltabb vagy nálam. Nézd, elegem van. Elegem van már abból, hogy folyton azt hallgassam, hogy neked milyen problémáid vannak Luceroval és Armandoval. Tudod, mit gondolok? Hogy ezt a dagadt nőt el kéne kapnod végre és megfojtani, a vőlegényedet pedig be kéne zárnod valahová, hogy ne tudjon elmenekülni. Ezt kéne tenned, és most megyek, mert fontosabb dolgom van, mint a te siránkozásodat hallgatni. Az már nem fér rá. Akkor talán ez... Na? Jaj, vajon ez? Nem. Itt a mama. Hogy viselkedett ez a kis huncut? Nagyon jó, ám. Komolyan. Ügyes fiú volt, mert evett, de hiányoztál neki. Jaj, már ugye igazam van, drágám. Ugye? Megígérem, hogy nem hagylak ennyit egyedül. Többet leszel a mamával, jó? Jó. Szóval, hogy van? Köszönöm. Pedro elment dolgozni, még mindig ott van. Nos, nem tudom. Nem mondta, hogy hová megy. Igazából semmit sem mondott, mert sietve távozott. Képzelem, hova mehetett. Biztos a mennyasszonyához. Jaj, majdnem elfelejtettem elmesélni valamit. Mit gondolsz, ki járt itt? Nem tudom. Luceró. Nagyon csinos volt. Jaj, látnod kellett volna, úgy néz ki, mint egy tévésztár. Hát, de kár, hogy nem voltam itt, nem futottunk össze. Hát, nagyon igen. Szeretnék találkozni és beszélgetni vele. Semmi gond, hamarosan meg fog látogatni, mert egy fiúval jött, aki állítólag valami fontosat akart mondani neked.
fiú? És megmondta a nevét? Nos, egy nagyon csinos fiú volt, aki sürgősen beszélni akart veled. Csak ennyi történt, ugye? Vajon ki lehetett az? Ki lehetett? Egészen el volt ragadtatva, Pedritótól. Lehetett? Ugye, édes kincsem? Lássuk csak, majd ezt elintézzük, jó? Igen, így, és ez a másik. Jó van. Akkor tegyük oda. Na, vigyázzat. Jól van. Jól van. Nézzük csak. Ezt ide. Egész éjszaka tűkön ültem. Szeretném végre tudni, mit beszéltetek Cezárral. Nem volt könnyű, Lupe, mert nagyon ideges voltam, és nem tudtam, hogy hogyan kellene elmondanom a fiadnak, hogy egymásba szerettünk, és hogy nagyon komolyak a szándékaink. De gondolom végül is sikerült elmondanod neki, igaz? Igen, hát persze. A fiad nagyon megértő volt. Segített nekem abban, hogy kimondjam, hogy mit érzünk. Elmondta, hogy nagyon aggódott érted, mert egyedül maradtál, amikor összeházasodt a Claritával. És nagyon örül annak, hogy egymásba szerettünk. De azért persze meglepődött azon, hogy össze is akarunk házasodni. Persze, hogy meglepődött. Te is megleptél, amikor nekem elmondtad, képzelheted. De nem értem, miért sürgős minden ennyire. Hát azért, mert szeretnék minél több időt veled tölteni abból, ami még hátra van. Én azt gondolom, hogy van még bőven időnk, hiszen te magad mondtad nekem, hogy fiatalok vagyunk. Kedvesem. Hát ez ki a csuda lehet ilyenkor? Jó estét kívánok, Lupe. És igen, most ezt? Melyik? Igen, ezt kell oda tenni. Igen. Jól van, és ezt mit ez? Viszont fordítva. Ez nem fér be? Nem. Ügyes vagy. Luisa Fernanda, tudod, mi jutott az eszembe? Lehet, hogy Pedrito egyszer hozzád hasonló helyzetben lesz majd. Ő sem fogja ismerni az igazi apját. Ne is mondd, az igazság az, hogy a történtek után elég önzőnek érzem magam. Mindig csak a saját szenvedésemre gondoltam, és arra nem, mit érez majd Pedrito? Tudod, hogy még mindig áll az ajánlatom, hogy veszek egy házat Pedritónak. Tudom, hogy itt jól érzi magát, olyan emberek között, akik nagyon szeretik, és akiket majd a családjának fog tekinteni, de szeretném, hogyha nagyobb kényelmet tudnék neki biztosítani. Egy luxus villában? Amilyet megérdemelne egy bankvárományos? Nem. Én nem. Én nem akarom lebecsülni a házadat. De mégis gondolkozz csak el ezen, mert szóval... Fontos lenne a gyereknek, hogy... Carlos Eduardo, Pedritónak nem kell luxus ahhoz, hogy boldog legyen. Én is itt születtem, és itt nőttem fel. Pedrito boldog, és nincs semmi másra szüksége. Igaz, édesem? Igaz? Ez a legjobb otthon, ahol felnevelhetem. Igen, igen, drágám. A mi gyerekük. Azt hiszem, már későre jár, és Jennifer nagyon vár téged. De... Luisa Fernanda. Talán Sorisához. Mindig olyan szórakozott, biztos itt felejtett valamit, kinyitom. Igen, jól van. Jennifer. Na? Mujica elmesélte nekem, hogy nem írtad alá a válási papírokat, mert házasságtöréssel akarsz vádolni. Mondd csak, mi van veled? Hogy merészelsz ilyen disznóságokkal előállni? Bocsáss meg, Marissa, de nagyon jól tudod, hogy ezt nem én találtam ki, és nem disznóság, mert te magad ismerted be, hogy Pedroval a kertésszel csókolosztál, és hogy tombol köztetek a szerelem. Elég már a cinizmusodból, Luis. Te nagyon jól tudod, hogy mit jelent a házasságtörés. Nem vagyok egy ledér nőszemély, akiről azt mondhatnád, hogy másokkal bújik ágyba. Jaj, kérlek, Marissa, ne játszunk egymással. Minek becsapni egymást? Mondd el nyugodtan, hogy igaz a te kis románcod ezzel a földszagú kertésszel. Igaz vagy sem? Ez a románc, ahogy te nevezed, ami annyira fáj neked. Tudod, nem azonos egy házasságtöréssel. Ajánlom, viselkedj velem több tisztelettel, mert nem fogom eltűrni, hogy meghurcold a nevem és lejárass engem. Csak annyit tudok biztosan, hogy megcsalsz engem ezzel a koldus szegény Pedroval.
Férjes asszonyként csókolózol vele, és együtt jártok, pedig még mindig házasok vagyunk, ha esetleg elfelejtetted volna. Nehezen tudom elképzelni, mit kezdesz ezzel a 20. senkivel. Kérlek, Luis Alejandro, ha én lefeküdnék vele, minden gond nélkül bevallanám neked, de nem ez a helyzet. Neked pedig semmi jogod nincs ahhoz, hogy ítélkezz felettünk. Hányszor csaltál meg Luis Alejandro? Hány szereted volt még azelőtt, hogy kiderült volna a kapcsolatod Andreinával? Azzal sem törődtem igazán, amikor Leopoldo azt mondta, hogy meg akarsz ölni engem. Én veszekedés nélkül szerettem volna elválni tőled, de már látom, hogy olyan nyomorult vagy, hogy mindent összekuszálsz és megnehezítesz. Pedig kettőnk közül egyedül te hazudozol, és te csaltál meg engem. Azt sem mondtad, hogy van egy lányod is.